Az új szakképzési rendszer egyik nagy előnye, hogy a tanulni vágyó felnőttek ingyen, rugalmasan szerezhetnek szakmákat, ráadásul úgy, hogy közben nem kell folyamatosan az iskolapadban ülniük. Továbbá az év bármely részében indulhat a képzés, ha összejön a megfelelő létszám. A személyre szabott képzések egyre népszerűbbek a Tolna megyei szakképzési centrum Percelmor technikumban is. Két szakmát és egy szakképesítést is meg tudnak szerezni ingyenesen a tanulók, és mivel mi is egy széles spektrumú iskola vagyunk itt a környéken, ezért mind szakképzőiskolai képzéseket, mind technikumi képzéseket fel tudunk kínálni, de aki abban gondolkodik, hogy rövidebb idő alatt, annak a programkövetelmény alapján tanfolyami jellegű képzéseket is fel tudunk kínálni manapság. Jelenleg a mérleképes könyvelőképzésben vagyunk úgy, hogy abban látunk fantáziát, szeptembertől ezt szeretnénk beindítani, ami már folyik, az a pénzügyi számviteli képzés, ami szintén szakirányú, de szeretnénk nyitni. Most hirdetjük már a következő tanévre az asztalos, a központi fűtésszerelő képzéseket, illetve az infokommunikációs alkalmazás üzemeltetőben is azt gondolom van lehetőség. Ide várjuk például azokat a fiatalokat, akiknek mondjuk egy érettségük van, vagy egy gimnáziumi végzettségük van, és abban gondolkodnak, főleg most a Covid helyzete tekintettel, hogy egy érettségivel mégsem felsőoktatásba mennek, hanem mégis egy versenyképes szakmát szeretnének elsajátítani. Az a legnagyobb előnyük, hogy azért nagyon tanulóbarát, vagyis azt mondanám, hogy felnőtt barát képzésekről beszélhetünk, hiszen személyre szabjuk a felnőttek igényeinek. Gyakran adódik az a lehetőség, vagy adódik az a kérés, hogy ne akkor írja meg a dolgozatot, vagy ne akkor történje meg a konzultáció, amikor van, de ezért ezt ugye főleg az online oktatási forma segítségével, mint támogató eszköz, illetve a személyre szabott egyéni tanulási utak segítségével könnyen megvalósíthatjuk. Tehát azért itt nem biztos, hogy mindenki mindenhol egyfajta ütemben kell haradjon. Azért figyelembe kell venni itt nagyrészt azt, hogy ezek a fiatal felnőttek nagyrészt azért családdal rendelkeznek, vagy munka mellett végzik ezeket a képzéseket. A képzési idő felében kell csak jelen lenni az iskolában. A többi órát online tartják meg a tanárok. Van olyan képzésünk, például a szociális szférában a szociális ápoló és gondozó képzés, ami eddig elég sok tanulót kibocsájtott ilyen képzési irányban, tehát azért mondom, hogy vannak olyan területek, amik azt gondolom, hogy teljesen emészhetőek ebben a képzési formában is. Illetve még azt gondolom a gazdálkodás és a menedzsment területen, tehát azok a területek, amik virtuális segítséggel is nagy mértékben elsajátítható. A képzésekben még egy másik lehetőség, ami nálunk is jelenleg is folyik, az pedig a szakmásoknak az érettségire való felkészítése, tehát ez még egy népszerű képzés, azt gondolom, a fiatalok felnőttek körében. Mivel két év alatt esti képzésben érettségizhetnek le a szakmával rendelkezők, ráadásul a korábbi szakmai vizsgáikat, mint ágazati tantárgyakat beszámítják, itt is lerövidül a képzési idő, vagyis gyorsabban, rugalmasabban lehet leérettségizni, mint korábban. Csapó Gábor, a Tolna megyei szakképzési centrum főigazgatója is a rendszer rugalmasságát emelte ki. Kifejtette, bármilyen életkorban el lehet kezdeni a tanulmányokat, az a különbség, hogy 25 év alatt tanulói jogviszonyban, a felett felnőtt képzési jogviszonyban zajlik a képzés, de nem feltétlenül kell sok időre visszaülnie a felnőttnek az iskolapadba. Egy szakképzőiskolai 3 éves képzés, vagy egy érettségit követő technikumi képzés, egy 2 éves képzés nagyban le tud rövidülni, attól függően, hogy az adott jelentkezőnek korábbi munkaköréből adódóan, illetve végzettségéből adódóan nincsenek el olyan kompetenciái, ami beszámítható. Ilyen módon egy képzési idő akár negyedére is le tud csökkenni. De azt is mindenképp előnyképp el tudom mondani, hogy nem feltétlen az iskolapadban kell a tudást megszerezni. A Tolna megyei Szakképzési Centrum élen szeretne járni abban, hogy online elérhető képzési tartalmakat fejleszt. Az e-learning képzési tartalmakkal jelentősen csökken a kontaktórák száma is, és sokkal rugalmasabban szervezhető meg az oktatás. Csapó Gábor beszélt a programkövetelményes képzések újdonságairól is. Viszonylag rövid képzések bizonyos munkakör betöltésére jogosítanak föl, és a képzés elvégzésekor tanúsítvánnyal zárulnak. Amennyiben valaki vizsgaközpontban vizsgát is tesz, úgy ez bizonyítványra váltható át.
A Tolna megyei szakképzési centrumnál már több mint 30 alapszakmát kínálnak a felnőtt jelentkezők számára. A szakképesítés palettáján pedig több mint 10 szakma szerepel. Ez azonban az idők során bővülni fog, tette hozzá Csapó Gábor. Érdemes böngészni a szakképzési centrum honlapját, de fontos kiemelni, hogy mind a tanulni vágyók, mind a vállalatok jelezhetik képzési igényüket az intézmény felé.